kezd egy picit, ugye vajjal, ugye a karalábének a nedvesség tartalma úgy. Nálam kék. Kék. Nem kék, de hogy is vicceltem. Egy jó karalábé főzelék, és Stefania Vagdalta. Tudom, mikor a tojás van a közepén. De abban hús is van. Igen, de te nem hússal fogod elkészíteni. Amire meg én vagyok kíváncsi, hogy párhuzamosan fogjuk elkészíteni. Oké, okay, akkor én húsmentesen, te pedig húsosan. Szuper. Áztatott kenyeret azt te szoktál? Szeretném kérni, viszont csak abban az esetben, hogyha tejbe van áztatva. Tejbe van áztatva. És elő is pirítottad? És elő is van pirítva. Hát ugye, nem tudlak megfogni. Mennyit szeretnél belerakni? Figyelj, mi szólsz a 50-50 alapon? 50-50? Megfelezzük. Neked mennyi a... Igen. Azt mondtad, hogy friss fűszernövényekkel, ugye? Igen, van petrezselyünk, petrezselyemre például. Schnitzelinget rakjunk bele, én nagyon szeretem a kakukkfüvet, főleg húsokhoz. Mm. Tojáska, hozzak egyet nekem? Kérek szépen, igen. Jó. Én egyet teszek bele, nem tudom, én hogy is. Te... Lehet, hogy majd abba kérem a segítségedet, csak mert annyira gyors vagy. Ja, hogy? Hogy a petrezselymemet is egy kicsit. Ja, azt majd megvágom, abszolút. Megvágod. Meg egyébként azt, akkor meg én kérek segítséget, hogy kakukkfüvet nézd, csak azt nem is kell nagyon vágni. Csak morzsolja. Lefele itt is? Szerintem igen. Jó. Mit gondolsz? Szerintem azt elfelezzük. Oké. Okay. Fokhagyma hányat szeretnél? Hát azt minden mennyiségben. Minden mennyiségben? Te mennyit, és akkor én duplán annyit. Én egyet gondoltam az enyémben. Akkor én egy másfelre. Csempészek a klasszik ízbe, tényleg egy csipetnyi köményt. Kis sonkahagymát vághatod neked? Azt kérek, köszönöm. Jó. És akkor sóbors még a... Igen. Ki ne hagyjuk. Mielőtt sütöd? Igen. Megkóstolod? Nyersen? Igen. Kézzel szoktam összegyúrni. Az nagyon nagy szentségkörés. Nem, nyugodtan készítetted kézzel. Én most csak így a lustulás kedvéért. Jó. De jó. Ez pont egy kis csajos. Nem kell felesleges zsemmorzsát belevinni, és gyönyörű szépen ki fog neked jönni. És hány tojást fogsz használni? Hát nem tudom. Főztünk bőven. Hány percig főzted őket? Erről is van nagyon jó kis séf tippünk. És ez az ilyen széltomiféle 10 perces tojásom, amikor igazából csak olyan 4 percet forralod, körülbelül olyan 7 percet pihenteted. Az enyémben 4 fog menni szerintem. Tök jó. Hány fokon szeretnéd sütni? Én 180 fokon szoktam 40-50 percig. 190-re gondoltam. Az én anyukám az szokott egy olyan trükköt csinálni, amikor hogy egybe fasírtot vagy egybe vagdaltot készít. Pici tojással átkenni. Raktam egy kis tejet a tojásba. Edukáltam, vega, nem vega, bemelt egy légtérbe ezt, hogy... Hát figyelj, nagyon nehezen mondok erre, igen, de csak most, csak neked legyen. Hozok karalábét, bevásárolok. Ezeket a kis zsenge leveleket elrakhatjuk. Karalábéba szépen petrezselyem helyett bele lehet vágni. De csak a zsengéket. Salátának is igen remek. És ez működik nyers formában is? Működik persze. Csak én nagyon vékony szeletkékre fölvágom, egy picit ilyen egymásba kapaszkodós, mint egy krumplisali, de azon is gondolkodom, hogy esetleg kockára vágom. Te melyiket szeretnéd? Vágjuk kockára? Vágjuk kockára. Hát, nem kell esni, van hozzá séftippünk, hogy hogyan lehet szép kockára vágni a zöldséget. Na, összevágtuk a karalábét, én egy pici vajon kezdem el párolni, annyira kis zsenge. Vajra, sóbors, ilyesmi? Igen, de majd megvárom, még a karalábé picit elkezd pöszögni, és akkor rakok egy pici sót, pici borsot, meg egy pici cukrot is. Mennyit raksz be? Szerintem még egy... Bocsánat, felezzük el. Hát, szerintem lehet, hogy sok is. És már igazából én egyből sózom is. Picit, most? Igen, az is mehet nyugodtan. Picit ugye kezdjen el párolódni, és még a pici cukrot, azt a két csipetet is hozzáadom már most. Fokhagymát szeretnél belerakni? Hát mindenféleképpen. Mindenféle. Akkor pucolok azt is. Lassan mehet hozzá egy büdöge tejszín. Oké. Okay. Hány százalékos az a tejszín? Ez 30. Az igen. Tehát igazi. Ugye van ez a jó kis tejünk, amiben ázott a kenyérke. Hát ennyit én belecsempészek. Akkor mehet rá a fedő, és körülbelül én azt tippelem, hogy egy jó negyed óra alatt vajpuhár meg is párolódik. No, hát megpárolódott nekünk a karalábé, ez így már önmagában a csemege. De hát akkor csináljuk meg ezt a jó kis sűrítést, amitől főzelék lesz a főzelék. Oké. Okay. Turmixot fogunk hozzá. No, mit szólnál ahhoz, hogy bár külön főztük, de hogy rakunk ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, hogy megfelezzük. Most megsajnáltál, vagy nem bízol az enyémben? Nem, az enyémet szeretném följavítani. Persze, igen. Amit még fogunk itt egy picit trükközni, hogy egy kis zsenge petrezselyemlevelet itt dobálunk hozzá, még üdítőbb, még zöldebb lesz.
kell, még egy pici sót rakunk hozzá, meg egy pár csepp citromlevet, egy picit pikáns legyen. No, hát akkor kóstold meg, és őszintén. Az igazad, csak is az igazad? Csak is az igazad. Ez csak így magában is bírnám. Nagyon, nagyon menő, nem? Nagyon. Körülbelül 50-50. Az enyémbe, hogy kicsit megborul, az sem van. Ja, igen. Ne. Igazságosan. Keverhetem is össze? Persze. Tudod mit? Tessék. Jaj, de jó! Jó, krémes lesz. Ugye? Azt hiszem, hogy ezzel a mozdulattal engedem el otthon a keményítőt, meg a lisztes habarást. Ugye, ezzel igazából mindent is ki tudsz váltani. Ugye vannak nekünk itt ezek a jó kis karalábé levélkék, ugye, amit a közepéből csipkedtünk ki. Igen. Ezt én fölvágom neked ilyen vékony csíkocskákra, és akkor ezt is hozzá fogjuk keverni. Rottyan csak rá egy? Egy nagyon rövidet, igen. Amit most teszel egyébként szója, búza, mondom. Zöld borsófehérje, gomba, gomba, ivóvíz, egy picit citromsav, aszkorbinsav, szójafehérje, búzafehérje, nyomokba zellert és mustárt tartalmaz. Tehát gyakorlatilag csupa, minden csupa olyan. Csupa umami, tehát minden, ami húsízű. És húsízelem. És milyen? Jó. Ennek a videónak itt a vége, de ti nem menjetek sehová, további recepteket itt találtok. Profi séf tippekért ide kattintsatok, ha pedig elsőként szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor ide.